lesiberálta az elmebeteg az élőkit. A helyek is azok. Engem olajosak kell kezelni. Halnak is, mint a gecédem. Azt mondja az Attila. Az Attila, ő az Isten. Te a pófisz. Igen? Mit mondott a Sibenazó? Mert ez volt a haverdja, az volt a haverdja, tehát akkor ezt írtsuk ki, ezt írtsuk ki, ezt már ott ül egyedül a csávó, de most már. Tehát, egyértelmű, hogy mivel minden hölgy egy csomó proteint teszik, meg nem alkoholizál, ez egy, mert az alkoholtól elveszti ezt az érdekességét, tehát hogyha ha alkoholizál a hölgy, ez már nem jó neki. Mennek bárhol jónak kéne lenni. Holok az erogén zónáin nőnek, az egész testébe. De a dominó ezen összevezett a bolyák is ott, és a bolyák is ott, mert még sziktelibe fejheted. A Francisco sokkal integrálisabb volt a Diana-val. Sokkal. Tehát bárhol, minden erogén zóna, minden fincsi. Nem alkoholizálunk. A vagina falnál is azonnal érzik a nők, ilyen 40 másodpercet elélveznek. Jóval kell néha 2 perc. Attól függ milyen agyi, attól függ, nem amiatt, azért sokkal tovább tart. Nem, 40 másodpercet elélveznek, de mert jó neki, az szokott lenni csak a probléma, nem, hogy a férfi ezt nem veszi észre, nem az a baj, hanem kitalálja, hogy inkább ne így, hanem amúgy máshogy, de a csajnak ugyanolyan jó, csak ő más reakciót vár elné, és egy csomószor balé szokott lenni, ezért ki szoktok őket baszni a hálószobából, de ezek hülyék, tehát nem értik meg, a Ceba elmagyarázta, de a Ceba elmagyarázta, hogy valami unalmas szexet kéne kitalálniuk, egész addig van, a férfi nem ejakuál. Nem, János, én nem bírom. Tehát, kérdeném az új generációt, a pincurkákat, ugye, kezeket a magasba, ugye mindenki eszik husimusit. Tajáskát. Ki szeret a halacskát, abban a legtöbb protein. Halacska. Ne adjunk a gyerekeknek túl sok vörös húst, jó? Attól csak agresszívak lesznek, jó? Ilyen csirkét adjunk neki, meg halacskát. A disznót szeretik, az is férhús. Szeretik a husimusit? Nem muszáj enni husimusit. Kis pici husimusit, jó? Nem, mert ők már normálisak, de nem baj, hogy apa anya hülye, nem baj. Ilyen normáliskák lesztek már, jó? Ez már jó, tis társadalom lesz, jó? Ezek, itt a kis pincurkák már aranyosak. Kérdem mindenki a kislányokat. De ugye nem lesz olyan, mint ezek a maszkáló barbik. Ezek, azt mondta a szomszéd, hogy ez hiába magas, meg szép, meg ilyen vékony. Azt mondja, szerintem úgy néz ki, mint egy fiú. Anyám ilyen gömböly dedem, mint te. Szerintem ez egy fiú. És mondtam a szomszédnak, hogy minek ugrabugrál fiún, ha ő is fiú, de ez így. Azt mondja, azt mondta a fiú, hogy akkor ez a pinajuk, de... Ezek egy kisbabák. Nem is értem, hogy ilyet mondom. Nem is labdával rúgok focikapura, hanem a világegyetembe szeretnék focizni. És mondja ő, én nem értem ezt. Azt mondja, apa mindig is azt mondta, te csak gyere ide, jó? Itt minden rendben van, jó? Itt nem alkoholizálnak egy csomóan. Nem adunk nekik alkoholt, mert az izomzata nagyon káros. Hol a doktor Zahár Gábor? Ilyeneket mondjon, Gáborom, ilyeneket mondjál, hogy káros az agyműködésre, káros az izomzatra, káros az egész lényükre. Egy pillanat, ha alkoholizálnak, legyünk ilyen modernek, hölgyeim, ilyen fiatal, hölgyeim, önök nem akarnak a Curtis hölgyei lenni, s a maffia főnöké. És a Kovács Ákosé, önök a badacsonyi zöldséges pultból a Józsi női lesznek már, ne? És majd az Ánitka, majd az Edina, szervizeli önöket, mert ez kizárt, hogy ilyen hülyék legyenek, mint ezek a nők. Semmit nem éreznek, undorítak,
Fogat tették, mondják idege. Vastál fogat? Igen, jó. Szóval, hogy lehely rám, csodás. De, nagyon káros az agyműködésre, és semmit nem éreznek a nők. És már férfiak is hülyeségeket éreznek. Mindig figyeljünk oda, hogy ne alkoholistával rendezvózzunk, jó? De. De ez majd a fiataloknak lesz jó, de. Köszönöm az AHR-nak, hogy ő is segített mindig, de.